A KSH adatai alapján jelenleg Magyarországon az autók átlagos életkora 15 év. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb autót Magyarországon 2010 előtt gyártották. 2010 előtt az autóknál még, főleg nem az alapmodelleknél, még nem volt jellemző az, hogy színes kijelzőt szerelnek bele, főleg nem érintő kijelzőket, esetleg valamilyen LCD már volt benne, ami mutatta, hogy hány óra van, vagy láttuk a fogyasztásunkat, de nem beszélhettünk itt még Android autóról, vagy hasonló dolgokról, iPlayről, mert ezek még messze nem voltak benne ezekben az autókban. Azonban lehet, hogy valakinek egy ilyen autója van, mint mondjuk ez a Mitsubishi Colt is, amelyben ülök, hasonló korszakból származik. Lehet, hogy egy ilyen autója van az embernek, és ezt szeretné felokosítani, mert szeretné benne használni a telefonját, szeretne Spotify-t hallgatni, és korszerűen használni, mint hogyha megvenné a mai legújabb autót. Nos, ő neki kínál jó megoldást, a CarPride gyakorlatilag összes termékével, mivel mindegyik arra szolgál, hogy aránylag egyszerűen fel tudjuk okosítani bármelyik autónkat, és utána egy korszerű, kezelőfelületű multimédia eszközzel tudjuk használni. Úgyhogy ma lássuk a palettájukról a W708-as modellt, méghozzá tolatókamerával együtt. A termék a Kínából már megszokott módon nem túl gondolt, de kissé dizájnos dobozban érkezik, melyet azonnal láthatjuk a fő funkcióit. Ami a doboz tartalmát illeti, rögtön a fő egység fogad bennünket, mely egy tabletre emlékeztet. Alatta pedig sok minden. Többek közt egy angol nyelvű, képekkel telepakolt, színes, használati utasítás, mely segít a beüzemelésben. Ami pedig a tartozékokat illeti, kapunk egy felcuppantható tartót, 180 fokban forgatható, kihúzható és gömbcsuklóban végződő karral. Magyarán egy GPS tartót. Mellékelnek egy másik tartót is, melyel ha nem sajnáljuk a rozzant Vectránk műszerfalát, akár rá is csavarozhatjuk önmetsző csavarokkal, de ha nem szeretnénk, akkor kapunk hozzá két oldalú ragasztót is. Kapunk még egy plusz gömbcsukló fogadót, mely nem tudom mire szolgálhat, valamint egy ragasztható, csavarozható lemezkét, ha a cuppantós tartót nincs hova felcuppantani. Egy darab szivargyújtós tápkábel, valamint egy jack-jack kábel. Ezen kívül a készlet része még egy tolatókamera is, mely vélhetőleg valami olcsó forrásból származik, de jár hozzá például egy útmutató, melyből nem tudunk meg túl sok mindent, de segít a bekötésben. Megtaláljuk még a csomagban a kamera egységet és a hozzátartozó vezetéket, valamint a tápkábelét. A készüléknél törekedtek a szép dizájnra, de azért eléggé olcsó hatású a borítás, melyen még csak egy címkét se látunk, hogy mégis milyen modell vagy mire való. Egyetlen fizikai gombunk a tetején található, még a bal oldalán sorakoznak a csatlakozók, melyek sorban a tápcsatlakozó, mely a készülék szerint csak 12, még a leírás szerint akár 24 voltról is használható, következő egy USB csatlakozó, mely 5 volt, 2,1 amperre képes, egy AV, vagyis audio-videó csatlakozó, mely a leírás szerint csak audio kimenet, mellette a tolatókamera csatlakozója, microSD foglalat és egy mikrofon csatlakozó. Egyedüli tápellátási lehetőség a DC csatlakozó, és amint tápot kap, bútor is. Méghozzá személyre szabott logóval, ugyanis ha elküldjük a gyártónak a képet, amit szeretnénk, akkor feltölti a készülékre. De csak a gyártó tudja megtenni, mi nem változtathatjuk meg. Amint bútolt, a főképernyőre, vagyis a főmenübe jutunk. Mely ikon készlete, vagy tetszik, vagy nem, de jobb, ha megszokjuk, mert változtatni nem lehet rajta. De ideje beépíteni. Ebben a Mitsubishi Coltban is, mint a legtöbb hasonló társában, ez a középső kijelző, amelyen mutatja az állomást, hogy hány óra van és hasonló dolgokat, ez egy idő után hajlamos megadni magát. Egyszerűen megcsináltam, újra kell forrasztani rajta a csatlakozásokat, és aztán működik. Működött is egy ideig, de megint megadta magát. Úgyhogy ebben az autóban pont jó megoldás lesz ez a kis kijelző, mivel gyakorlatilag a rádió igaz, hogy működik benne, de semmilyen kijelző nem tartozik hozzá, csak úgy érzésre lehet használni. Úgyhogy ez a kijelző elé, erre a sík felületre gyönyörűen fel lehet cuppantani ezt a kis tartókonzolt, amit adnak hozzá. És még egész fixen ide is fogta. És erre lehet rászerelni magát a készüléket, amely egy ilyen gyors csatlakozós megoldással, ha minden jól megy, akkor rácuppan a hátuljára. És amint bekattant a helyére, már is használható lenne az eszköz, ha megtalálnám magát a vezetéket, ami ugye a tápellátás, ami egyébként egy szivargyújtós csatlakozóval csatlakozik be, mi meglepő a szivargyújtóban.
ebben az autóban is, mint a legtöbben, a kulcs elfordítása után kerül áram alá a szivargyújtó is, és mivel ez a szivargyújtóban van belecsatlakoztatva, ezért indul az eszköz, amint elfordítottuk a kulcsot. Ez így működik a legtöbb autó esetében a fejegységekkel is, hogy amikor elfordítottuk a kulcsot, akkor indul, tehát ez olyan, mint egy beépített, gyakorlatilag egy beépített autórádió. Ami magát a készüléket illeti, már is megjelent rajta a főképernyőnk, amelynek a jobb felső sarkában látunk egy help, vagyis segítségikont, amelyre ha rákattintok, akkor hatalmas segítséget kapunk. Látjuk, hogy keressük fel a support e-mail címét, és itt mindent megtudunk, amit szeretnénk, úgyhogy köszönjük szépen, ezt nem nagyon fogjuk használni. A következő ikon a háttérkép változtatására szolgál, mivel itt a menü mögött, bár nem nagyon látszik, most simán feketének látszik, de amúgy van rajta egy kis minta, ha elég sokáig bögdösöm, akkor valahol van egy olyan, aminek sárga mintája talán kicsit jobban látszik. Tehát tudjuk változtatni a háttérképét ennek a menünek, de csak a beállított 4 vagy 5 kép közül tudunk választani, saját képet nem tudunk beállítani. Ez ezzel jár, amikor egy ilyen eszközön nem egy Android rendszer fut, hanem a gyártó saját fejlesztésű oprendszere. Ez részben jó, mivel az Android rendszer az egy sokkal nagyobb hardware-rel rendelkező gépet igényelne, és egy ilyen árkategóriában vélhetőleg nem pakolnak bele olyan hűde mekkora hardware-eket. Azonban, hogyha a gyártó saját maga fejleszti ki hozzá a szoftvert, és saját maga optimalizálja, akkor egy sokkal jobban, sokkal simulékonyabban futó oprendszert kaphatunk, ha ezt jól megcsinálta. Mindemellett el kell fogadnunk ilyen dolgokat, mint hogy a háttérkép például nem változtatható, vagy mondjuk ez a fő képernyő, amit látunk a fő menüvel. Ezen látunk 10 darab ikont, ezeknek az ikon készletesen változtatható, illetve ennél hiába lapozhatunk tovább, igazából sem rátölteni nem tudunk másik alkalmazást, nincs egy Play áruházunk vagy valami hasonló. Ez van fixen, ezt tudjuk használni, az pedig, hogy félre tudjuk húzni, az csak azért van, hogy meg tudjuk nézni teljes valójában a háttérképet. Vagy ha esetleg a gyártó úgy gondolja, hogy hozzáad ehhez még valamilyen ikont, bár szerintem soha az életben nem lesz ilyen, de ha úgy gondolná, akkor az majd ott a következő képernyőn jelenik meg. Ami még a felső sort illeti, találunk itt egy fényerő szabályzó gombot is, mellyel nyilván szabályozhatjuk a készülék fényerejét. Emellett bekapcsolhatunk automata fényerő szabályzást is, ami a külső napsütésnek függvényében változtatja, hogy kevésbé zavarja a szemünket, ha mondjuk este használjuk. Ez a hátuljába szerelt fényérzékelőnek köszönhető, így tökéletesen működik az, hogy este, amikor zavaró lenne a nagy fény az autóban, akkor ezt leveszi egészen halványra, majd amikor napközben, például jelen pillanatban is nagyon süt a nap, akkor továbbra is gyönyörű fényerővel működik. A következő egy Bluetooth csatlakozási lehetőség, melyre majd később térek rá, középen pedig az órát láthatjuk, amely jelen pillanatban 00:02 van, pedig délután 3 óra van nagyjából. Ez, mint látható, nem áll be automatikusan, de gyönyörű szépen számolja, hogy 3 perccel ezelőtt indítottam el az eszközt. Nos, belső, beépített órája igazából nincs. Ezt sehonnét nem lehet beállítani, nem jegyzi meg, és ez nekünk nem fogja mutatni az időt. Egyedül egy dologra képes, ha telefonnal csatlakozunk az eszközhöz, akkor a telefonnak az idejét, tehát a telefonnak az óráját tudja ide tükrözni, és amíg csatlakozunk a telefonhoz, addig kiírja, amikor pedig nem, akkor ott igazából egy számlálót, ami attól kezdve számol, amikor begyújtottuk az autót. A következő a hangerő szabályzás, melyel nyilván az eszköz hangerejét tudjuk szabályozni. Ez egyébként le is görgíthető, ekkor tudjuk külön szabályozni az eszköz hangerejét, illetve a navigáció hangerejét. Egyébként ez a hangerő szabályzás elérhető fizikai, hát mennyire fizikai, de nevezzük fizikai érintőgombokon keresztül is. Van egy felfelé hangosító gombunk és egy halkító gombunk, amelyek tökéletesen működő érintőgombok. Egyébként ennek nagyon örülök rajta, mert azért elég nehéz menet közben mondjuk ezt a kis csúszkát itt feljebb húzni, hogy pontosan nekünk 14-en legyen a hangerő, mert azt úgy szeretnénk hallgatni. Úgyhogy nagyon jó, hogy tettek rá 2 plusz gombot, amelyel ezt kicsit pontosabban lehet itt igazgatni. Emellett találunk még itt fent egy fő képernyő gombot. Ez nyilván nem működik most semmivel, mivel ez itt a fő képernyő, tehát odébb nem tud menni. Egyébként ezt is megtaláljuk fizikai gombként az eszköz alján, melynek ugyanaz a funkciója. Emellett találunk még egy mikrofon jelű érintő gombot, amely megnyitja a személyasszisztensünket, vagyis hát hangvezérléssel tudjuk kezelni az eszközt, amennyiben össze van kötve a telefonunkkal, magán az eszközön csak így nem működik. A menüjét illetően lássuk először a beállításokat. A beállításokban tudunk nyelvet változtatni, amely hát néhány nyelven elérhető, de ezek közt a magyart nem találjuk meg, így én inkább most maradok az angol nyelvnél. A következő menüpontban megtaláljuk a lehetőségeket, hogy amikor iPhone-nal vagy Android telefonnal csatlakozunk hozzá, akkor automatikusan, amikor csatlakozunk, tehát amikor beülünk az autóba és csatlakozik hozzá a telefon, akkor milyen applikációt nyisson meg. Tehát Android esetében az Android autót vagy az autolinket, vagy
például iPhone esetében az iPlayt, vagy pedig az iOS Mirror. A következő lehetőség a Wi-Fi kapcsolat beállítása, melynél választhatunk Wi-Fi csatornát, hogy az 5 GHz-es vagy 2,4 GHz-es legyen, viszont nincs lehetőségünk megváltoztatni az előre beállított Wi-Fi jelszót, sem pedig a mi Wi-Fi nevét, ez mindenképpen ez lesz, és mindenképpen 8 darab 6-ost kell beírnunk, hogyha csatlakozni szeretnénk. Azonban ki, illetve be tudjuk kapcsolni a Wi-Fi kapcsolatot, ami jó dolog, de szerintem nem nagyon fogjuk kapcsolgatni. Az utolsó lehetőség a tolatókamera beállítása. Itt néhány dolgot ki is be tudunk kapcsolni a tolatókamerával kapcsolatban, illetve itt tudjuk beállítani, hogy a tolatókamera képére hol vetítsen rá két darab vonalat, amellyel tudjuk, hogy mégis merre van az útszéle, merre fogunk menni, vagy hát különböző távolságokat látunk belőle, hogy nem tudom, fél méter van még a következő ütközésig, egy méter, vagy pedig két méter. Ami nagyon érdekes dolog, mint jelen pillanatban is, ezt simán tudom állítgatni egy fekete képernyőn. Ha be van kapcsolva a tolatókamera, itt akkor sem jelenik meg a kép a kamerának, tehát ezt mindenféleképpen így vaktában tudjuk beállítani, majd megnézzük a kamerán, hogy jó-e, ha nem, akkor visszalépünk ide, megint vaktában odébb állítjuk. Ez így nem tudom, hogy miért jó, legalább egy fotót lehetne készíteni arról, hogy hogy néz ki a tolatókamera képe és arra ráállítani, mert ezt így igazából pontosan nagyon nehéz beállítanunk. Ami a főmenüt illeti, találunk itt 10 darab ikont, melyből az első 4 a csatlakozásokra vonatkozik, mivel Android és iPhone telefonokhoz is tudunk vele kapcsolódni. iPhone-ok esetében megtaláljuk például az iPlay alkalmazást, illetve az AirPlay alkalmazást, amelyekben most nem lépnék bele, mivel nem rendelkezem iPhone-nal, azonban Android telefonokhoz megkapjuk az Android Autót, illetve az autolinket, amely egy iPhone-nal is használható, de most esetben az a lényeg, hogy ez is Android-dal is működik. Ezen kívül, hogyha klasszikus módon szeretnénk használni, akkor Bluetooth-on keresztül is csatlakozhatunk, így csak egy sima autós kihangosítóként működik. Ahhoz, hogy csatlakozni tudjunk egy telefonhoz, 3 lehetőségünk van. Egyrészt USB kábelen keresztül is tudunk csatlakozni hozzá, de nyilván a vezeték nélküli módot preferáljuk, habár nagyon nagyszerű dolog az, hogy miközben csatlakoztatva van a telefon vezetéken keresztül az eszközhöz, egyben tölti is a telefonunkat, és hát mint tudjuk, minden egyes plusz százalék jó jön, még ha útközben is tudjuk tölteni, úgyhogy ez is egy nagyon nagyszerű funkció, hogy tudjuk róla tölteni az eszközt. Azonban most inkább a vezeték nélküli kapcsolat érdekel bennünket, amely lehet, mint ez esetben Bluetooth, de tudunk rögtön Wi-Fi-ről is csatlakozni. Amennyiben a Bluetooth-ot választjuk, kell hozzá egy telefon, amelyen a Bluetooth kapcsolatok között, megvárjuk, még megjelenik az eszköznek, ha megvárnánk, ha működne, de nyilván most nem fog megjelenni rajta az, aminek meg kéne jelennie. Jó, hát egy eszköz újraindítás néha megesik, hogy szükséges ahhoz, hogy megtalálja a Bluetooth kapcsolatot, de hát egy újraindítás után már is megjelenik az a Bluetooth csatlakozásunk, amelyhez tudunk csatlakozni a telefonnal, és már is párosíthatjuk az eszközünket, amelynek köszönhetően, ha minden jól megy, akkor már is megnyílik az Android Autó a kijelzőn. És igen, már is itt van nekünk az Android Autó, és a legutóbb használt dolgok megjelennek rajta, tehát itt van a navigáció, illetve itt van mellette a rádió, amelyet szoktam hallgatni. Természetesen, mivel ez egy teljes értékű Android Autó szoftver, gyakorlatilag semmi köze magának a fejlesztőhöz, ez egy külső alkalmazás, így ezt teljes értékű Android Autót támogató készülékként tudjuk használni, és mindent el tudunk érni rajta, Spotify-t, zenét, időjárást, amit csak szeretnénk, feltéve, ha a telefonunkon van mobilnet, mivel ha Wi-Fi kapcsolatban állunk a telefonnal, mondjuk egy otthoni Wi-Fi hálózattal, mert csak a garázsban szeretnénk használni, akkor sem tudjuk használni az otthoni hálózatunkat, hiszen az eszköz a telefonnal is Wi-Fi kapcsolatban áll, és mint tudjuk, csak egy helyre tud csatlakozni. Úgyhogy abban az esetben megoldható az, hogy mondjuk kábelen keresztül van rácsatlakoztatva USB kábelen keresztül a telefon az eszközre, és akkor a telefonon tudunk Wi-Fi kapcsolatban állni az otthoni Wi-Fi-nkkel mondjuk, és közben tudjuk használni az Android Autó funkciókat, de hát nyilván ezt útközben használjuk, mint például a navigációt is, ezért célszerű, hogy legyen mobilnetünk ahhoz, hogy tudjuk használni. És mivel csatlakoztatva van a készülék, már is láthatjuk a sarokban, hogy hány óra van, azonban ez magának az Android Autónak a képe, és ez az Android Autón belüli idő. Ha visszalépünk a főmenübe, akkor fönt még mindig semmilyen időt sem mutat, mert valami okból kifolyólag jelen pillanatban nem szinkronizálja. Bizonyos esetekben nem tudom mitől függ, volt olyan, hogy átszinkronizálta és valóban működött, azonban hát egy néhány esetben nem igazán, szóval azt felejtsük el, hogy van ott fönt egy óra, mert igazából nem működik. Egy fontos dolog lehet még, hogy a telefon automatikusan úgy van beállítva, hogy alapból mindent Wi-Fi-n keresztül bonyolítson le, tehát ne használja feleslegesen az adatkeretünket, ha csak nem fontos.
Márpedig ez jelen pillanatban wifi kapcsolatban áll a telefonnal, így úgy érzi a telefon, hogy ő wifi kapcsolatban áll valamivel, és onnét várja az adatokat, és ez miatt automatikusan nem kezdi el használni a mobilnetet. Tehát pillanatnyilag hiába van mobilnet a telefonomon, hiába van bekapcsolva, ettől függetlenül nem tudok rajta semmit elindítani, és semmit nem tudok használni, mivel jelenleg nincs internet kapcsolatom. Egyedüli módszer arra, hogy mégis tudjunk Android autót használni, és az Android autón tudjunk netezni is, akár wifi-t használva, akár pedig telefonos mobilnetet. Az egyetlen módszer az, hogy kábelen csatlakoztatjuk hozzá a telefont. Elméletileg Apple készülékek esetében, tehát iPlay esetében nem szükséges így csatlakoztatni, ott működik vezeték nélkül is. Azonban ebben az esetben, tehát androidos készülékek esetében csak vezetékesen tudjuk ezt elérni, mivel ugye másféleképpen nem fog elindulni az internetünk, és nem tudunk netet használni rajta. Mint látható, már is elindult rajta a rádió, amelyet hallgatok. Ha adok rá egy kis hangot, akkor már is hallatszik, csak nem szeretném, hogy letiltson a kedves YouTube partner, úgyhogy zenét lehalkítva menjünk tovább. És ilyenkor már működik a térkép is, illetve, mint mondtam, működik a rádió is, mert már van rajta internet. Ha megnézzük például a menüben található dolgokat, többek között van itt olyan, hogy játszani is, amennyiben útközben szeretnénk játszani, nyugodtan el tudunk indítani valamilyen játékot. Ehhez is internet hozzáférés kell, és ez is tökéletesen működik, mivel már van net. És ha adok rá egy kis hangot, akkor ha minden igaz, akkor a játék hangját halljuk. És akár útközben driftelgethetünk egy kijelzőn, ha nem szeretnénk élőben csinálni ezt az autóval. Nyilván a többi játék is használható, és ezeket egyúttal ne használjuk útközben, mert nem arra lettek kitalálva. Sok egyéb dolog is telepítve van még a telefonomon, melyek innét nem elérhetőek. De mint látható, például meg tudjuk nyitni a Facebook Messenger-t. Most nem vagyok bejelentkezve, úgyhogy jelen pillanatban nincsenek üzenetek, de például ez működik róla, akárcsak a Face, vagy a Skype, vagy mondjuk a YouTube Music. Viszont csak a YouTube Music érhető el, tehát semmilyen videót vagy hasonló tartalmat nem tudunk innét nézni, holott nyilván a telefonon rajta van a rendes YouTube alkalmazás. Ez csak a YouTube zenei könyvtárához fér hozzá, melyhez, ha jól tudom, akkor előfizetés is szükséges, egyébként nem nagyon tudunk belőle semmit meghallgatni. Természetesen ilyen esetben az asszisztensünk is hozzáfér az internethez, tehát tudunk olyat kérdezni, hogy what time is it? A pontos idő 20 óra 49 perc. Mondjuk ez eddig nem működött magyarul, csak angolul, ezért kérdeztem, de akkor meg tudom kérdezni, hogy hány óra van? A pontos idő 20 óra 49 perc. Tehát magyar nyelven tudjuk használni az asszisztensünket, nyilván több mindenre is, tehát tudok neki olyat mondani, hogy játsz valami zenét. Sorry, something went wrong. Nyilván magyar nyelven korlátozottak a dolgok, és egyúttal az, hogy mit tud elvégezni ez az asszisztens, ez attól függ, hogy a telefon milyen nyelvre van beállítva, mivel a telefonon sem, hogyha magyar nyelven használjuk, akkor sok mindent nem tud elvégezni. Hasonlóképpen működik ez itt is. De multimédia lejátszására nem csak telefonról van lehetőség, tudunk hozzá csatlakoztatni egy USB-s külső tárhelyet, vagy akár egy microSD kártyát. Nekem jelen pillanatban egy microSD kártya van az eszközben, így ha erre rákattintok, akkor már is megnyílik a rajta található három zene egyike. Ez egyébként automatikusan indul, amint belelépünk a meghajtóba, már is indítja a zenét. Ha ezt elindítom, akkor jelen pillanatban magáról az eszközről szól a zene. Igazából így is lehet használni, és így is lehet zenét hallgatni. Borzalmasan gyalázatos a minősége, tehát ez csak olyan esetekre, amikor tényleg nincsen másmilyen lehetőségünk, akkor tudjuk használni. Azonban van ennél egy sokkal jobb lehetőség is. Egyrészt össze tudjuk kötni az eszközt jack-jack kábelen keresztül az autónk rádiójával, amennyiben van rajta ilyen csatlakozási lehetőség. Amennyiben nincs, ez az eszköz működik FM transmitterként is. Amely annyit jelent, hogy ez egy FM adóként működik, amelyen én már beállítottam előre a 76-os frekvenciát, mivel az itt semmilyen zavarás nem éri ezt a frekvenciát, itt nincs használatban, ahol jelen pillanatban vagyok. De egyébként el tudunk menteni másik plusz 5, tehát összesen 6 frekvenciát el tudunk menteni, mert ha mondjuk az országon keresztül haladunk, akkor megeshet, hogy a 76 MHz-es frekvencián valahol éppen valamilyen adás van, és ez bezavar nekünk a transmitteres adónkba. Ebben ezért be tudunk állítani rajta többet, és útközben ezt átváltani, hogyha éppenséggel úgy adódna, hogy valamilyen zavar esik a rendszerben. Amennyiben ez be van kapcsolva,
illetve kikapcsoltuk az eszköznek a belső hangszóróját, ami mellesleg egy 8 ohmos 2 wattos hangszóró, ezt így kiemelte a gyártó, de igazából egy prüttyögő vacak. Szóval, hogyha kikapcsoltuk a belső hangszórót, és transzmitteren keresztül csatlakoztunk a rádióhoz, amelyen már behangoltuk, tehát megkerestük ezt a jelen pillanatban 76-os frekvenciát. Ha most indítom el a zenét és felhangosítom a rádiót, akkor már az autórádión keresztül hallhatjuk ezt a zenét, amely lényegesen kellemesebb élményt nyújt, mint ezen a kis prüttyögő. Ilyen esetben működik mind az eszközön a hangosító gomb, mint pedig az autórádió hangosító gombja. Én személy szerint jobban kedvelem a fizikai tekerős gombokat, úgyhogy inkább az autórádiót tekergetem, mint sem ezt nyomkodom, úgyhogy ezt be lehet állítani valahova. Hát nem biztos, hogy érdemes maximumra, mert bizonyos esetekben tud torzítani, hogyha kicsit túl erős a jelszint. Úgyhogy ilyen 20 és 25 közé valahova beállítja az ember, és így tökéletesen tudja hallgatni az autórádióján keresztül. Azonban van még lehetőségünk hangszínszabályzásra is, ami egyébként autóban, mint tudjuk, rettenetesen fontos dolog, főleg egy ilyen jellegű készülék esetén, főleg transmitter esetén, nem mindegy. Alapvetően, mint tudom, kétféle ember létezik, aki a jobb oldalát tolja föl, tehát magas hangokat szereti kiemelni, és van, aki a bal oldalát, tehát a mélyet, vagyis a basszust szereti rányomni. A középső részekkel nem igazán érdemes szórakozni, mivel hogyha azokon kiemelünk, hogy valamit csinálunk, rettenetesen be tud rezonálni az autónak az összes műanyag része, úgyhogy azzal csak csínyen, de azért kapunk előre beállított különböző lehetőségeket, például klasszikus zenét, rockot, jazzt vagy hasonlókat. Mindemellett nekünk akkor is a legérdekesebb, vagy hát legtöbben bennek a legérdekesebb, a loudness bekapcsolása, amelyet ha rányomunk, akkor automatikusan ugye egyet boostol a hangon. Szerintem simán csak feljebb hangosítja az egészet, és egy jó adag basszust ráad. Hogy tudjunk partizni az autóban? De normál használatra szerintem erre sem nagyon van szükség. Természetesen nem csak zenét tudunk elérni az SD kártyáról, hanem ha megkeressük a menüt, akkor a menüben láthatjuk a zene listánkat, amiből tudunk választani akár másmilyen zenét is, hogyha éppen úgy tartaná kedvünk, de elérhetőek fotók is például, amelyből az eperke az egy pönögő, tehát PNG-t meg tud jeleníteni, és egyébként el tudunk indítani egy slideshow-t is, tehát tudjuk útközben nézegetni a rápakolt képeket. Ha mondjuk a nyaralásból hazafelé beletesszük a fényképezőgépünk SD kártyáját, akkor hazafelé tudjuk nézegetni azokat a képeket, amelyeket a nyaraláson lőttünk, ha már elfelejtettük volna, hogy mi történt egy hete. Ez egyébként egy GIF, amiből látszik is, hogy valamennyire mozog a háttér, de igazából... Visszalépünk, vagy nem lépünk vissza? De igazából valahogy a GIF-eket nem biztos, hogy olyan sebességgel tudja lejárt. Na, akármit csinálok, ez itt slideshow-zik. Na jó, egyezünk ki abba, hogy ő itt csinálja a maga dolgát, meg tud jeleníteni képeket, pönögöt, jöpögöt és akár gifet is, de hát ezt túl sok mindenre nem fogjuk használni. Egy másik dolog, amit még lehet rajta, az például a filmnézés. Ugyanis rátettem 3 darab filmfájt, egy Disney meséket, amelyből például egy avit elindítva a videó formátum nem támogatott, úgyhogy avit nem fogunk nézni rajta. És ilyenkor, ja, hogy már automatikusan játssza a következőt, és kapunk egy üzenetet, miszerint illegális videót nézni vezetés közben, ezért húzzam be a kéziféket. És amúgy ezt ő honnét érzékeli. Tehát igazából tudunk rajta filmet hallgatni MP4 formátumban, lejátszani viszont nem, mert nyilván nem jeleníti meg, mert ez illegális. Köszönjük. Nagyszerű. És amúgy ezt mégis hogy tervezte a gyártó? De ha már itt tartunk, akkor tettem még rá egy MKV formátumú filmet is, amelyet szintén lejátszik, és szintén megkapjuk ezt a gyönyörűséges üzenetet, hogy ne nézzünk útközben filmet. Ami egyébként teljesen igaz, mert ne nézzünk filmet útközben a vezetésre koncentráljunk, de én jelen pillanatban állok. És hogyha most leállítom a motort például, akkor még nem tudom nézni a filmet, mert kikapcsol. Szóval... van benne egy ilyen funkció,
de nem használható. De igen, mivel ez a figyelmeztetés bizony kikapcsolható rajta, csak eléggé el van rejtve, mivel hogyha belemegyünk a beállításokba, ott, ahol a tolatókamerával foglalkozunk, itt van egy video warning nevezetű dolog, ha ezt kikapcsoljuk rajta, és akkor térünk vissza a lejátszáshoz. Mondjuk, ha már itt sötétben nézem, és itt bögdösöm össze-vissza a gombokat, akkor eléggé zavaró, hogy semmilyen háttérvilágítása nincs ezeknek az érítő gomboknak, így össze-vissza nyomkodom, mint süket a csengőt. Úgyhogy ez jó lenne, hogyha világítanak, kicsit könnyebb lenne. De ami a lényeg, hogy már is itt van a lejátszandó filmünk, videónk, mivel ha kikapcsoljuk ezt a figyelmeztető kiírást, onnantól kezdve tudunk rajta filmeket nézni. Mindenféle felhívás nélkül. Nem tudom, hogy ezt miért hagyták benne, mivel igazából semmi haszna nincs, nem tudjuk máshogy megakadályozni azt, hogy vagy nem tudjuk máshogy elindítani a videófelvételt, mint hogyha ezt kikapcsoljuk. De hát jó, van benne egy ilyen, és be lehet kapcsolni azt, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy ne nézzünk filmet útközben, mert nem jó dolog. De ha ezt kikapcsoljuk, akkor nyugodtan tudunk rajta filmezni. Ami pedig most hallatszik, az az, hogy a 76-os frekvencia sem teljesen tiszta itt, úgyhogy egy kicsit belehallatszik más rádió. Igen, nehéz olyan frekvenciát találni, ahol tényleg semmi nincs, és totális néma csend van. Azonban szerencsére, amikor működik az eszköz és a transmitter sugároz, akkor ezt teljesen elnyomja, és igazából nem hallatszik ez a kis háttérzörej a rádióból. És már csatlakozott is hozzá a telefon, de mint látható, az óra továbbra sem frissült, most meg mi a kép is eltűnt. Ja nem, automatikusan megnyílik az Android Autó. Nagyon nagyszerű. De én most nem szeretném, hogy megnyíljon az Android Autó, akkor kilépünk belőle. Tökéletes, de az óra még továbbra sem működik. Elsőre jó gondolatnak tűnhet, hogy ezt a tolató kamerát felszereljük ide a rendszámtábla tartó fölé. Ugye itt vannak bent a rendszámtábla világításai is, és hát ide a kettő közé ezt fel lehetne pattintani. Azonban ezzel egy hatalmas probléma ennél az autónál, hogy pont belelógó kilátásba ez a fonóhorog. Igaz, hogy a kamerát lehetne kicsit odébb tenni, és akkor nem lógna bele, azonban ez azt is zavarja, hogy nem azonos mértékben látjuk a két oldalát az autó hátsó terének, illetve hát akkor is belelógna ez, szóval mindenféleképpen útban van. Egy másik gondolat lehet, hogy ide felcsavarozza az ember, így már nem lóg bele a vonóhorog a kilátásunkba, azonban ezt minden alkalommal elakasztanánk, amikor valamit pakolunk be a csomagtartóba, úgyhogy itt sem annyira jó. Feljebb pedig itt nem nagyon van hely, hogy bárhova is csavarozzuk. Egy másik alternatíva, hogy valahova ide fel a féklámpa tájékára ide csavarozzuk, viszont itt nem tudjuk megoldani a kábel bevezetését úgy, hogy mellette ne folyjon be a víz, úgyhogy ezt is elengedtem. Tehát ennek a kamerának valahova nagyjából úgy ide kell majd felkerülnie, és innét tud majd így gyönyörűen kikukkantani itt az ablakon, amennyiben tiszta az üveg. Ebben az esetben az is egy szerencsés helyzet, hogy itt vannak benne ezek a gumidugók, amelyek arra szolgálnak, hogy innét lehet hozzáférni ahhoz a kinti középső féklámpához. Szóval, ha ez ide van csavarozva, ennek a kábelét itt be lehet vezetni, majd átvezetve a vázon végighúzni ezen, be az utastérbe, és onnét elhúzni a lámpáig. A probléma ezzel az, hogy hát ez a kábel, ez, ha ide el kezdem vezetni mondjuk itt a belső részben, akkor ezek a csatlakozók valahova pont ebbe a gumi összekötésbe fognak kerülni, ahol nyilván nem lehet összedugni, mert nem fér bele. Úgyhogy ezt fent kéne hagyni itt a felső részbe, oda viszont akkor be kéne fűzni ezt a kábelt, ami megint csak egy nagy bunkó, és ezen nem nagyon fog átmenni. Úgyhogy azért eléggé macera ezt ide beépíteni. Egyelőre nem is fogom behúzni úgy, ahogy kell, csak ide ragasztom, és egyelőre fittyelnek itt a vezetékei, aztán majd egyszer máskor megoldom. Lerőbb lássuk, hogy egyáltalán működik-e. Ne 4 órányi szenvedés után derüljön ki az, hogy igazából az elméletem rossz, és innét nem is nagyon látszik semmi, hogyha rükvercelünk. És a kamerát nem csak ezzel a sárga vezetékkel kell összekötni a fejegységgel, hanem van egy másik is, amely az tápellátást adja neki, amelyet rá kell kötni ezzel a rettenetesen hosszú, nagyjából, hát ugye kb. 60 centis vezetékkel ide a rükverc lámpára, hogy aztán, amikor rükvercbe tesszük az autót, akkor kapcsolja be a kamerát. Na most ezt a vezetéket, ha én ide beleoperálom a lámpába, nem fogom tudni elvezetni a vázban olyan messzire, hogy össze tudjam kapcsolni ezzel a kis kurta vezetékkel, ami rajta van. Emellett még másik autóknál szokott néha lenni itt belül valami kis ajtó, vagy csavar, vagy valami, ahol lehet cserélni az izzókat. Hát ez esetben nem így van, hanem a komplet lámpát ezzel a 3 csavarral le lehet venni, és úgy lehet benne izzót cserélni. Biztos el lehetne írni belülről a vezetékeit is, de a vezetékeket nem szeretném elvágni, hogy aztán újra szigetelő szalaggal összekössem, úgyhogy mindenképpen a lámpából kell kivezetni a kábeleket. Viszont ahhoz le kell szedni a lámpát, hozzá kell férni az izzóhoz, és csak a gond van vele, úgyhogy továbbra is maradjunk abba, hogy előbb ki kell próbálni, és ha működik, aztán szánjuk rá az időt. Ennek a vezetéknek ugye az egyik vége az egy sima drót, a másik fele pedig egy ilyen DC csatlakozó. Szerencsére van egy olyan
kis kábele, amelynek az egyik vége szivargyújtós, a másik pedig pontosan ugyanaz a DC csatlakozó, ami a másik kábelen is van. Ebben az autóban pedig itt a csomagtartóban van egy szivargyújtó csatlakozó, így aztán csak ezt ide benyomja az ember, és itt már is megvan az a 12 volt, melyet ha rácsatlakoztatok a kamerára, akkor a kamera bekapcsol. Tehát az a kamera azzal a sárga vezetékkel össze van kötve ott elő azzal a kijelzővel, és ha ezt összedugom, akkor azt fogja érzékelni, hogy rükkverzbe tettem az autót, tehát elméletileg képet fogunk látni ott elő a kijelzőn. És bizony ott, hát túl sok minden nem látszik belőle, maximum így, de igazából ott integetek a kijelzőn, és látszik az, hogy itt szerelgetek. Tehát a kamera működik, már csak az a kérdés, hogy ha oda felszerelem, ahova mondtam, akkor valóban azt látja, amit kell. A rögzítéshez kapunk a gyártótól egy kétoldalú ragasztót, illetve néhány csavart. A csavarokat most nem fogom használni, mert azért nem szeretném itt a vázat csavarozgatni, mert marad a kétoldalú ragasztó. És most kéne valahogy úgy felragasztani, hogy ez középen legyen és egyenesen is nézzen hátrafelé, ami talán valahogy majd így lesz. Ez így továbbra sem lesz tökéletesen megfelelő, mivel van rajta világítás. Köszönjük szépen, gyártó, nagyon fontos. Ami, látszik is rajta? Ott gyönyörű szépen világít. Ezzel az lesz a legnagyobb probléma, hogy éjszaka a tolatáskor igazából ez az égatta világon semmit nem világítana az útra, viszont gyönyörű szépen tükröződni fog ebben az üvegben, és semmit nem fog belőle látni. De egyelőre jól van, aztán majd át lehet alakítani valahogy. Mivel a tolató kamera nem megfelelően van felszerelve, csak ugye oda van mókolva hátra, ezért nem rükkverzbe tételkor kapcsolódik be, hanem igazából folyamatosan működik, és akkor tudom használni, hogyha ezt a vezetéket csatlakoztatom. Tehát ez történne akkor, hogyha az ember még véletlenül nem az audio-videó outba nyomja be, de nem csoda volt nyomva, hanem ide. Mi lett? Megmakkant valami? Ja, hogyha az ember nem dugja össze a csatlakozót, akkor nem működik. Így. Tehát most olyan, mintha betettük volna a rükkvercbe, csak ki van nyitva a csomagtartó ajtó, ezért az eget nézzük. Lecsukva viszont tökéletesen látszik a tákollak udvara. Ugye bent állok itt a tákollak előtt, itt bal oldalt van a tákollak, és hátrafelé nézünk a kert felé. Igazából olyan borzalmas minőségű ez a kép, hogy tulajdonképpen semmit nem látok belőle, hogy itt mi is látható rajta. Talán ezt ki lehet venni itt oldalt, hogy ez egy műanyag asztal, de igazából mást nem nagyon. Ami azt illeti, működik, segíthet a tolatásban. Mint mondtam, ilyenkor igazából semmit nem lehet kezdeni a képernyővel, tehát itt nem nagyon tudunk se kilépni belőle. Amíg az autó rükkvercben van, addig csak a hátsó képet tudjuk nézni, semmi egyebet, tehát itt jó lenne állítani ezeket a vonalakat, amelyekkel tudunk segítséget csinálni magunknak, hogy mégis merre tudunk parkolni. Ezt mindig nem tudjuk megváltoztatni. Ha meg szeretnénk változtatni, akkor ki kell lépnünk a parkolás módba, tehát a rükkvác módba, ami jelen pillanatban áll, amit így manuálisan működik. Kilépünk belőle, belépünk a parkoló vonalak állítási módjába, és át tudjuk ezeket állítani, ha sikerül. Hát most per pillanat nem sikerül. Így, és a másikat is, úgy, egész érjen össze. Közben olyan forró a kijelző, hogy gyakorlatilag égeti az ujjam, és ha most, hoppá, le kell okézni, kilépünk, és ha visszateszem rükkvercbe, akkor most már másképp állnak ezek a vonalak, és máshogy tudunk beállni. Hát szerintem ezt legcélszerűbb úgy csinálni, hogy ezt a képet így fogjuk, telefonnal lefényképezzük, majd mikor visszaléptünk oda a beállításokhoz, akkor hozzá tudjuk állítani, nyilván nem az udvarban, hanem valamilyen útszakaszon, ahol látjuk, hogy mégis merre fogunk menni. És igazából ez egy plusz funkció hozzá, amit igaz, hogy ebben a csomagban adtak, de nagyjából ilyen 20-30 dollárért tudunk megvenni hozzá egy ilyen plusz kamerát. Ennyit szerintem megér, tehát annyira azért segít parkolni, nyilván nem egy ekkora autóban, mint az a Mitsubishi Colt, ahol igazából, ha hátra nézek, akkor látom a farát, és pontosan tudom, hogy merre fogok beállni, és gyakorlatilag oda tudnék fogadni egy kártyalapot ahhoz a betonhoz. De valami hosszabb, hajószerű autó, ami ilyen 4 méter hosszú és komolyabb csomagtartója van, annál már lehet, hogy előnyös, hogyha van egy ilyen, és fel tudjuk szerelni megfelelő helyre, mivel ennél az autónál ugye jelen pillanatban látszanak is rajta a vonalak, ami az ablakban a hátsó ablak fűtés. Ez szerintem este veszettől vissza fog tükröződni, így is látszik kicsit két oldalt a ledeknek a tükröződése. Ha kint sötét van, akkor ez nagyon visszatükröződik, és nagyon nem látszik semmi. Kívülről pedig nem igazán tudtam hova elhelyezni, de ez nem az eszköz hibája, hanem maga az autó kialakítása ilyen, hogy
egyszerűen nincs rajta megfelelő hely a kamerának. Nyilván bele lehetne vésni valahova az ütközőbe, vagy valamerre másfelé, ha akarja az ember, el lehet helyezni, de mint ezt az eszközt hirdetik, hogy sokkal egyszerűbb beépíteni, mint egy autórádiót, mert igazából 3 perc alatt fent van a helyén, ez magánál az eszköznél megállja a helyét, mert igazából felcuppantjuk, rákattintjuk és benyomjuk a szivargyújtóba, és onnantól kezdve működik. De a tolatókamera felszerelése az már azért egy kicsit komolyabb munka, mivel amellett, hogy ugye hátul fel kell szerelnünk kívülről az autón, vagy akár belül, mint esetemben, de magának a tolatókamerának a vezetéke sem mehet itt középen keresztül a váltón és a kéziféken keresztül, hanem ezt szépen el kell vezetni valamerre a műanyagok mellett, a padlókárpit vagy a plafonkárpit mellett. Azért ez egy kicsit nagyobb munkát igényel, hogy bekösse az ember, de ettől függetlenül, ha megcsinálja, akkor lehet használni tolatáshoz. És így, hogy leszállt az est, már jól látszik az a probléma, amire az előbb felhívtam a figyelmet, hogy nem lesz jó az, hogyha az üvegen belülre van helyezve ez a kamera, ami világít, mivel jelen pillanatban nem látok mást, mint a koszt az üvegen. Illetve a fűtőszálakat benne, de ez a parkolásban nem nagyon segít. Az asztalt még mindig látom, de csak azért, mert kint még mindig valamennyire világos van. Ha teljesen sötét lenne, akkor ez egy véletlenül teljesen ilyen havas kép lenne, és ez egyáltalán nem segít a parkolásban. Szóval vagy kívül kell elhelyezni az autón, vagy pedig nem használni éjszaka. Lehet választani. Az autóink csatlakozáshoz mindenképpen vezetékes csatlakozásra van szükség, és ez tulajdonképpen tükrözi a telefon képernyőjét az autó képernyőjére, ami egy az egyben tükrözést jelent, ami azt jelenti, hogy amíg álló helyzetben van a telefon, addig ott is álló helyzetben van a kép, és igazából sok minden nem látszik belőle. Ha mondjuk megnyitok egy YouTube-ot, mert például azt meg tudok nyitni rajta, megnézzünk egy IKEA reklámot. Tehát igazából így tudunk rajta mondjuk YouTube videókat nézni, elfordított telefonnal, mert akkor elfordul a kijelző is. De amennyiben ezt visszafordítom, a kijelző is visszafordul, és hát így már nem annyira használható. Ha pedig lezárjuk a telefon kijelzőjét, akkor ott sem látszik semmi. Úgyhogy ez is használható, ki tudjuk rajta tenni igazából a telefonunk kijelzőjét, és tudjuk használni, de annyira nem hatékony, inkább vészmegoldásnak mondanám. Tehát célszerűbb, ha androidos eszközünk van, akkor inkább vagy az Android autót használni, vagy pedig egy valamilyen iPhone-t használni hozzá, mert azzal kicsit jobban működik, ha jól tudom, ha minden igaz, de mondom, ezzel nem próbáltam ki. Ami a készülékről alkotott véleményem illeti, szerintem egy nagyon nagyszerű dolog, mivel lehetőséget ad arra, hogy egy akármilyen régi autót is fel tudjunk okosítani, és igazából úgy tudjunk használni egy kezelőfelülettel, mintha egy modern autó lenne. Természetesen erről a kezelőfelületről nem tudunk belepiszkálni az autónak semmilyen részébe, csak egy transmitteres, tehát egy rádió kapcsolatban áll a rádióval, így más nem érünk el róla, tehát nem tudunk megnézni olyan adatokat, mint a fogyasztás, vagy bármi egyéb. Azonban az, hogy az Android autót össze kell kötni vezetékkel ahhoz, hogy tudjuk használni, egy picivel kellemetlenebb, de igazából, ha ez nem lenne, akkor ebben az autóban nem lehetne ilyet használni, úgyhogy ez egy nagyon nagyszerű funkció. Ami a készülék minőségét és kinézetét illeti, kicsit érződik rajta, hogy ilyen kínai szaga van a dolognak, de igazából el lehet fogadni, nem olyan nagy dolog. Vannak benne kisebb problémák, mint mondjuk az óra, vagy például az, hogyha a wifi kapcsolatot például ki szeretnénk kapcsolni, ki tudom lőni a wifit, erre akkor van szükség, hogyha nem szeretnénk, hogy folyamatosan csatlakozzon a telefonunkhoz, hanem csak kábelen szeretnénk használni. Azonban ezt nem lehet véglegesen kikapcsolni, mert ha most kikapcsolom az eszközt és visszakapcsolom, akkor igazából visszakapcsol a wifi is rajta, tehát véglegesen nem tudjuk kikapcsolni. Ilyen apró dolgok vannak rajta, ezeket el lehet engedni. Viszont cserébe nem kerül olyan veszedelmesen sokba ez az eszköz. A másik az automatikus háttérvilágítás, illetve annak beállítása. Jelen pillanatban is automata háttérvilágításon vagyunk, ugye már kint sötétedik, ezért kicsit visszább is vette a fényerőt, ugye ez volt a teljes fényerő, ami azért éjszaka vezetni ilyen fénnyel a képünkben annyira nem kellemes dolog, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes levenni éjszaka. De szerintem az automatikus beállítási mód egy picikét azért még mindig világos ahhoz, hogy ez ne legyen zavaró nekünk itt éjszaka. Ugye hátul, ha befogom az érzékelőt, akkor tulajdonképpen ez a tök sötétséghez való viszonya. Azt nem tudom, hogyha szembe jön egy autó és világít ránk, akkor véletlenül feljebb fogja erősíteni a fényerejét. Azonban nincs benne olyan lehetőség, hogy ezt még jobban le tudjuk venni, valamennyire le tudjuk még korlátozni, de hát ez a minimális. De jó, ezt engedjük el, mégiscsak egy olcsó kínai eszközről van szó. Azonban sokkal zavaróbb az, hogy nem tudjuk kikapcsolni a kijelzőt. Meg lehet, hogy hosszabb úton megyünk, igazából nem használjuk a kijelzőt, szól rajta a zene, mondjuk Spotify-t hallgatunk, vagy valami hasonlót, és nem szükséges az, hogy ez itt világítson a képünkbe, csak szeretnénk haladni, és szóljon a zene.
nem tudjuk kikapcsolni, hogy ez itt ne világítson bele a pofadacskónkba. Le tudjuk innét akasztani a helyéről és betenni a kesztyűtartóba, az egy megoldás. De azért nem lenne rossz, hogyha a háttérvilágítást ki lehetne kapcsolni, mondjuk egy érintő gombot megnyomva, kikapcsol a háttérvilágítás, és ha szükség van rá, akkor ezt vissza is tudjuk kapcsolni. Ez még talán egy jó funkció lenne, de jó, szintén az ára miatt engedjük el ezt is. Ami magát a képernyőt illeti, illetve ennek az érintő felületét, ugye ez egy fényes kijelző, amit ha tapogatunk, főleg nyáron izzadt kézzel, csupa plecsni lesz az egész. Igaz, hogy ugyanúgy látszik mögötte minden szín, de hogyha ki van kapcsolva, akkor ez egy jó ronda. Többek között ezért is nem szeretem az érintő kijelzőket az autóval, mert az egy nagy, új lenyomat mágnes felület, és egyébként se tud rajta az ember pontosan elérni semmit. Sokkal jobban szeretem a dedikált gombokat, oda nyúl az ember, tudja hol van, meg tudja nyomni, tud rajta matatni, és nem az van, hogy ha elkezdek matatni, akkor már valamit csinálok a képernyőn, mert nem találom meg a dolgokat, hanem a gombokat, azokat nyugodtan lehet matatgatni. De hát ez ember függő, én fizikai gombpárti vagyok, valaki meg azt szereti, hogyha egy marha nagy lapos tévé van bent az autóban. Azon kívül viszont, hogy új lenyomat mágnes, napközben, ugye korábban, ahogy próbáltam, erős napsütésben, mikor ez az eszköz felmelegszik 60-70 fokosra, akkor elkezd nem megfelelően működni, főleg, hogyha az ember ujja is izzadt, és nem úgy működik, ahogy kéne. Egyrészt minden érintés forró rajta, tehát süti az ember ujját, nyilván egy 60 fokos dolgot fogdosunk. Ezen kívül pedig nem úgy működik, ahogy kéne, tehát nem olyan flottó érzékelés, és egyszerűen nem, napközben nem úgy működik, ahogy kell. Akárhány videót néztem róla, mindenki hűvösebb időben és hasonló körülmények között próbálta, senki nem próbálta ki tűző napon nyáron, ezért mindenkinél működött. Ugyanez volt a helyzet, más videósoknál láttam, hogy tökéletesen működik az iPlay-el, én pedig itt egy fél órát szenvedtem azzal, mire rájöttem, hogy egyébként hogy a buszba lehet megoldani azt, hogy legyen net is, és működjön az Android autó is. Ezek apró hiányosságok, amikkel lehet élni, csak hozzá kell szokni. Tehát ha valaki szeretné felokosítani az autóját, hogy a korszerű alkalmazásokat tudja rajta használni, azoknak szerintem egy jó választás lehet, mivel igazából elérhető áron tudjuk megvásárolni, ez a nagyjából 250 dolláros ára, aránylag elérhető áronnak mondható az ilyen kategóriában. Tudjuk használni mind iPhone-nal, mind Androidos telefonnal, ami nagyszerű dolog, könnyen felszerelhető, leszámítva a tolatókamerát, az egy kicsit bonyolultabb dolog, és teszi a dolgát, szóval ha szeretnétek egy ilyen készüléket, akkor találtok róla egy linket a leírásban. Ha még nem tettétek meg, akkor egész nyugodtan iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!